8 óra 36 perc. A miniszterelnök megakadályozná, hogy egységes muszlim közösség jöjjön létre az országban. Így vélné kivédeni a fenyegetettséget és minimalizálni a veszélyforrásokat. Grigorij Mesezsnyikov szerint a kormányfő igyekszik olyan légkört kialakítani, melynek segítségével szavazatokat gyűjthet. Hangács Istvánt, a Méltányosság politika elemző központ szlovákiai magyar elemzőjét még fél hét után kérdeztem, elsőként arról, mit kezdhetünk a miniszterelnöki kijelentéssel, miután vannak, akik a büntetőjogi felelősség kérdését is felvetették azzal kapcsolatban. Hát jó, magam nem vagyok jogász, úgyhogy ennek a tényét nem tudom megerősíteni, sem megszáfolni, azonban azt mindenképpen meg lehet jegyezni, hogy Robert Fico kormányfő kijelentése az egységes szlovákiai muszlim közösség megakadályozásáról egy erőteljes bluffnek hangzik, ugyanakkor kiváló példája annak, hogy hogyan lehet egy mondattal a nemzetközi sajtót figyelmét önmagára irányítania. Már csak azért is, mert nagyon sok helyen cikkeztek róla, mérvadó amerikai, angol vagy francia hírforrások, és ez azért is könnyű számára, mert ugye egy évek óta egy erőtlen ellenzék mellett ilyen kijelentéseket nagyon könnyű meghozni, és az ellenzék alig tud ezekre épkézláb módon reagálni. Ez mennyiben tudható be ön szerint a kampánynak, vagy mennyiben alapozódhat valós félelmekre a kormányfő részéről azon olvasatában? Ugye itt többféle olvasat is előfordul. A Híd azonnal reagált például erre a mondandóra, mégpedig úgy, hogy hát ez egy kampányfogás nyilvánvalóan. Azért azt hozzá kell tenni, hogy Szlovákiában sem a rendszerváltás előtt, sem azután nem tartozott a közkedvelt bevándorlási célországok közé. Az ország és a lakosság biztonsága természetesen nagyon fontos minden állam szempontjából, minden államnak kiemelt prioritása. Azonban az itt élő, az elmúlt 25 évben érkezett bevándorlók akár bőrszín alapján, származás vagy vallás alapján kis közösségeket alkotnak, alig ha láthatóak a többség számára, mint csoportok, ugyanis évek alatt már beintegrálódtak, megtanulták a nyelvet, bizonyos szinten az oktatási rendszer részeivé váltak, betartják a törvényeket, elmennek választani, adót fizetnek, tehát teljesítik ugyanúgy az állampolgári kötelességeket, mint mi szlovákiai magyarok vagy a szlovákok. Viszont nagyon keveset tudunk róla, tehát nem tudom, mennyire foglalkozik a média vagy a sajtó napi szinten például a Szlovákiában élő vietnamiakkal vagy kínaiakkal, vagy akár a muszlimokkal, és nagyon sok információ másodkézből érkezik, ugye a világ médiából, a világ sajtóból, és természetesen a közösségi médiából, amelyek hát torszképet adnak bizonyos szempontból, sok esetben torszképet adnak, bulvárszerűen, és ezzel a tükörrel, vagy ezzel a nagyítóval próbálunk nézni a saját környezetünkben élőkre is, amely természetesen itt tovább torzul, és ez nagyon jó példa, és ez alapján nagyon jól látható, hogy a közösségi médiában a különböző szlovákiai felületeken gondolok, akár az Újszótól kezdve, azt mert média felületeire hogyan reagálnak egyesek a migráns kérdésben, előjövő hírekre, zsigeri gyűlölettel, nem tetszésüket kifejezve. Tehát nagyon könnyű leegyszerűsíteni, nagyon könnyű félretájékozódni ilyen kérdésekben. Ugye a politikai, hogy is mondjam, a politika optikáját vagyunk hajlamosak mi is alkalmazni, elsajátítani, ugye egyszerű befogadók, és hát felmerül a kérdés, hogy lehet-e még értelmesen, illetve mértéktartóan beszélni a migráns kérdésről, vagy a menekült kérdésről, ugye már a megnevezés is hitvallásnak számít, olyan szinten itatta át a közéletet, vagy a hétköznapokat ez a kérdés. Szóval ön szerint van-e még erre lehetőség, hogy az ember mértéktartóan és valóban hitelt érdemlően beszéljen a menekült kérdésről, és nem csak ezen a fajta könnyen úgy fogalmaz az ember, hogy pszichózison keresztül látja, vagy szűri át az eseményeket? Én egy optimista ember vagyok, és mindenképpen azon a véleményem vagyok, hogy lehet erről normálisan beszélni. A szakmában, tehát a politikai elemzők, a migrációkutatók, vagy az iszlám szakértők mindenképp így beszélnek, tehát abszolút nem arra játszanak, hogy most itt valamiféle végjátékot vagy világvégét jósoljanak meg, és népek közötti háborúkat, vagy valami ilyesmit. Amit hozzátennék még, hogy
ugye a migrációs kérdés, ami jelen pillanatban az Európai Uniót nagyon érinti, egy többféle olvasatban olvasható. Itt beszéltünk Fitok jelentése kapcsán a politikai kampányfogásról, de nagyon is aktuális egy régi vita az Európai Unióban e téren, méghozzá föderáció versus nemzetállami felfogás, amelynek hát ékes példái Robert Fico és Orbán Viktornak a kijelentései, méghozzá ők a nemzetállami logikából indulva bírálják az Európai Uniót, és szólalnak meg a migrációs kérdésekben, vagy bevándorló kérdéseiben. Ugyanis úgy látják, hogy jelen pillanatban az EU-s országoknak, amelyek érintettek ezzel a problémával, saját maguknak kéne eldönteni, hogy hát mi a nekik a legjobb. Ez a nemzetállami logika, tehát majd mi lezárjuk a határokat, majd mi kerítést építünk, majd mi, ha úgy tetszik, akkor tovább toljuk a migránsokat Németországba, ők pedig már foglalkozzanak velük. Na már most ezek általában a kelet-európai, illetve bizonyos szempontból az érintett dél-európai országok, amelyek nem igazán osztják a központi magországot, tehát Németország, a Benelux államok, Franciaország, illetve néhány észak-európai államnak a logikáját, miszerint kell egy közös mechanizmus, kell egy közös elv, egy rendezővel, amely alapján mi ezt meg tudjuk oldani. Ez azért is lehet így, ugyanis van egy gyakorlati és elméleti lemaradás is e között az országok között. Vegyük például azt, hogy Németországban vagy Franciaországban 200 vagy 300 év állt rendelkezésre, amíg kialakult a nemzetállami logika, amíg ezeket a problémákat, ezeket a mechanizmusokat, vitákat lefolytatták egymás között, belső szinten vagy akár külső szinten is, míg itt Közép-Kelet-Európában vagy akár Dél-Európában is egyszerűen erre nem volt idő. Tehát vagyunk egy bizonyos lemaradásban, nem csak gazdaságilag, de állampolgári nevelés, intézményi rendszer, demokrácia felfogás terén, és jelen pillanatban mi még a nemzetállami logikával próbálunk reagálni egy olyan kérdésre, amik ők már egy föderálisabb, egy egységesebb állásponttal próbálnak megbirkózni. Tehát teljes a diszharmónia. És ebben a helyzetben muszáj valami közös álláspontra térni, ugyanis ez senkinek nem jó. Nem jó az Európai Uniónak, amely több mint fél évszázada létezik, és számára a harmónia biztosítása a legfontosabb, tehát hogy folyamatosan tudjon növekedni, fejlődni. Voltak ilyen viták az elmúlt 50 évben is. Gondoljunk csak a De Gaulle-i időkre, ahol Franciaország többször megvétózta Nagy-Britanniát, de volt más ilyen példa is. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ötvözni kéne ezt a föderatív és a nemzetállami vitát a migráns kérdésben, ugyanis tehát kell egy közös szervező elv, egy iránymutatás, akár egy intézményi szinten, egy gyakorlati szinten az egész Európai Unióra nézve, hogy az Európai Unió tudjon a kibocsátó régiókat, ahonnan ezek a migránsok érkeznek. Itt nem feltétlenül csak Szíriára kell gondolni, hanem vannak olyan régiók, ahol például nagy a vízhiány, nincs megfelelő termőföld, nincsenek beruházások, hatalmas a szegénység. És az egy másik hullámot indíthat el, az úgynevezett klímamenekültek hullámát, de hogy tegyek egy megjegyzést, vagy hadd fűzzek valamit az ön által elmondottakhoz. Ugye azt mondta, hogy a Nyugat-Európa, mondjuk használjuk ezt a leegyszerűsítő kifejezést, már a föderatív megoldást próbálja erőltetni, a kelet-közép-európai tagállamok pedig még a nemzetállamit. Sokan meg valószínűleg éppen fordítva gondolják, hogy Európa erőlteti még a föderatív álláspontot, és kelet-európaiak már a nemzeti, de ez egy apró nüansznyi különbség, vagy megjegyzés részemről. A másik az, hogy említette, hogy bizonyos szempontból egybeér Robert Fico és Orbán Viktor miniszterelnökök nézőpontja a tekintetben, hogy a nemzeti szuverenitásban látják a helyzet megoldásának a kulcsát. Ugyanakkor egy másik felvetésükkel, meg éppen, hogy valamiféle integrációs politikát képviselnek, amikor a közös határőrizetet emlegetik. Magyarán a kvótát
az uniós közös megoldási javaslatot elutasítják a szuverenitásra hivatkozva, ugyanakkor egy közös határőrizetet, ami például felülírhatja a tagállami elképzeléseket az önön határaik őrzéséről, azt meg pártolják. Na most ez a két logika mintha kiöltaná egymást, ugye a gyakorlatban mégis kiválóan működik együtt. Igen, erre próbáltam az előző mondatomban rámutatni, hogy lényegében itt ez a két logika, ez a federatív és a nemzetállami logika összeérhetne, ugyanis a határrégióban teljesen másképp kell hozzáállni a migráns kérdéshez, mint például a magrégióban, tehát mint például Franciaországban, Németországban, mint például Olaszországban vagy Görögországban, ahol ugye napi szinten több ezeren érkeznek, ugye ott vannak a görög szigetek, ahol már stadionokat töltenek meg a migránsokkal, még a nyár folyamán vagy a tél folyamán is, és nyilván a határrégiónak számító Magyarország is, vagy Románia, vagy Bulgária esetében is, tehát itt kell, muszáj egyfajta fúziót létrehozni ezekkel a logikákkal kapcsolatosan, ugyanis ha csak az egyiket erőltetjük, és a másikat félbehagyjuk, akkor előbb-utóbb ez egy olyan feszültség alakul ki, amely egyáltalán nem tesz jót az Európai Unió működésének, hiszen jelen pillanatban úgymond a kis országok cintognak, tehát Szlovákia, Magyarország, Görögország esetében, tehát ezek az országok nem igazán mérvadóak például a döntéshozatalban. Nincs olyan fajsúlyos helyzetük, nincs olyan fajsúlyos szavazati többségük, de ha például egy Lengyelország, vagy egy Franciaország elkezdi verni az asztalt, hogy na már pedig én másképp fogom csinálni, mint ahogy eddig, akkor lesz probléma. Arról mit gondol, hogy egy mostanság tapasztalható V4-es egyetértés, azon belül a szlovák-magyar álláspont meglehetősen rokon volt, eredményezhet-e valamiféle előrelépést a mindennapokban, például a szlovákiai magyarok helyzetében? Ha olyan nagy az egyetértés a két ország között, akkor ennek valamiképpen le kellene csapódnia a mindennapokban is. Lát erre esélyt? Én úgy gondolom, hogy itt azért teljesen két különböző módon kéne kezelnie, tehát hogy most arra várni, most abból kiindulni, hogy most Magyarország és Szlovákia mennyire jól összefog, vagy összedolgozik, vagy egy állásponton van a migrációs problémák kapcsán, és hogy ez majd hurrá optimizmusra adhat okot a szlovákia-magyar kérdésben, ez szerintem teljesen két különböző projekt, vagy két különböző téma. A migrációs válság az lehet, hogy véget ér 2 éven belül, lehet, hogy véget ér 5 éven belül, véget ér 10 éven belül, és teljesen más eszközök kellenek hozzá, akár az oktatásban, akár a határvédelemben, akár a média hozzáállásában, vagy az intézményi rendszerben. A szlovákiai magyarok pedig ugye már lassan 100 éve itt élünk, nekünk más problémáink vannak, más eszközökkel kellene élnünk, és más eszközökkel kell, hogy reagáljanak az államok rá. Természetesen fel kell ilyenkor szólalni, hogy na hoppá, hogyha közös üvegen tudja nézni ez a két ország vezetése a migrációs problémát, akkor a szlovákiai magyarság problémáit vagy kérdéseit miért nem tudják közös szemüvegen nézni, miért nem tudnak közös megoldások felé tendálni. Ez mindenképpen rajtunk is múlik, hogy mennyire tudjuk mi most felemelni a hangunkat, és odaütni az asztalra, hogy na már pedig akkor vegyenek már bele minket is, és ha kapjuk már mi is szót ehhez az egész témához. A kormányfő szerint meg kell akadályozni egy egységes muszlim közösség kialakulását az országban. A miniszterelnöki kijelentés kapcsán Hangács Istvánt, a Méltányosság Politika Elemző Központ szlovákiai magyar elemzőjét hallották. Köszönöm a beszélgetést!